Gyilkosság történhetett. Holtan találtak rá otthonában egy 84 éves idős asszonyra vasárnap nyírtorán. Két hét múlva ítélet, börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész arra a férfira, aki 2015-ben Tiszabezdéden ittasan megrúgott egy férfit, aki néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. Holtan találtak rá otthonában egy 84 éves idős asszonyra vasárnap nyírtorán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendőrség elsődleges adatai szerint idegenkezőség okozhatta az egyedül élő idős asszony halálát. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberölés büntet elkövetésének gyanújával ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. Vasárnap délután a kerítés szélén kerestek DNS nyomokat a rendőrök. Az elkövető állítólag itt mászott be ennek a családi háznak az udvarára. A szomszédok nem akartak nyilatkozni, azt azonban elárulták, ők úgy tudják, a gyilkosság csak betörésnek indult itt nyírtúrán. Ebben a nagyházban egyedül élt a 84 éves áldozat. Az idős hölgy évekkel ezelőtt Ukrajnából költözött Magyarországra. Azt is a szomszédok mesélték, bár arcukat nem vállalták, hogy a férje pár éve meghalt, azóta lakott magában. Legközelebbi hozzátartozója a lánya Nyírpazonyban él. A gyilkosság pontos idejét egyelőre még nem tudni. Nyírtúrai otthonában holtan találtak rá az ott élő 84 éves asszonyra 2017. április 9-én. A nyomozás jelenlegi adatai szerint az asszony halálát idegenkezőség okozta, ezért a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást. Hétfő délelőtt már csendes volt a helyszín, az egyik szomszéd állítása szerint vasárnap azonban egy mentő és legalább 10 rendőrautó volt az utcában. Az arcát nem vállaló utcabeli azt is hozzátette, az idős hölgy már nagyon gyenge volt, alig látták néha sétálni a környéken. A helyszínen folyamatos a rendőrségi felügyelet. Börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész arra a férfira, aki 2015. júniusában Tiszabezdéden ittasan megrúgott egy az utcán vele szemben sétáló férfit, aki néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. A büntetőper hétfői tárgyalásán a vád és a védelem képviselői tartották meg perbeszédeiket. Ítéletet két hét múlva hoz a nyíregyházi törvényszék. A tragikus eset 2015. június 1-én történt a határmenti településen. A vádirat szerint az akkor 22 éves vádlott ittas állapotban sétált a község egyik utcájában, amikor a vele szemben gyalogló középkorú férfit minden indoklás nélkül ellökte, majd a földön fekvő sértettet fejbe rúgta. A koponya sérülést szenvedett férfi még fel tudott állni és segítséget kért, kórházba vitték, de ott június 10-én életét vesztette. A bírósági tárgyaláson az ügyész elmondta, az alkoholtól agresszívan viselkedő vádlott aznap egy másik férfit is ugyanúgy megtámadott, de ő kisebb sérülésekkel megúszta a találkozást. Indítványozom, hogy a tisztelt törvényszék mondja ki bűnösnek a vádlottat egyrendbeli halált okozó testi sértés büntetében és egyrendbeli súlyos testi sértés büntetének a kísérletében. A vádlottal szemben halmozati büntetésről börtönbüntetés szabja ki, ebbe számítsa be a végrehajtásába az előzetes fogvatartásba töltött időt, és állapítsa meg, hogy 2/3 rész kitöltése után feltételes szabadságra bocsátható. Mivel arra nem méltó, ezzel a vádlottat tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze őt az eddig felmerült bűnügyi költségek viselésére. A sértett jogi képviselője perbeszédében elmondta, a férfi a bűncselekmény napján éppen kapált a kertben, megszomjazott és a helyi presszóba akart betérni egy korsó sörért. Ekkor botlott bele a lobbanékony, indulatos természetű vádlottba, aki minden előzmény nélkül megtámadta őt. A vádlott az általa elkövetett bűncselekményt csak idézőjelbe balhéként emlegette a vizsgálat során, ami önmagában arra utal, hogy cselekménye súlyát akkor sem, és azóta sem tudta értékelni magában. Csak hogy a jelen esetben a vádlott balhéja egy családapa életét követelte. A vádlott védője azt hangsúlyozta, a védence beismerő vallomást tett és megbánta tettét. Az ügyvéd szerint együtt kell érezni a sértett hozzátartozóival, de a másik oldalon a vádlott életét is nagyban befolyásolták a történtek. Mégpedig a vonatkozásban, hogy talán megtanulta, illetve a történések megtanították a vádlottat arra,
hogy a döntéseinknek, illetve a tetteinknek a következményeit, illetve az ezért való felelősséget vállalni kell. És ami történt, azt nem lehet meg nem történtté tenni. Az utolsó szó jogán a vádlott is megszólalt a bíróságon. Nagyon sajnálom, tisztelt bíróság, és még szokott bocsánatot szeretnék kérni hozzátartozóktól. Már bánom. Ez nem igaz, hogy nem sajnálom, tudom, hogy mit követtem, mert nagyon megbántam, hogy sajnálom. Próbáltam bocsánatot is kérni, nem fogadták el. A büntetőperben április 24-én hirdet ítéletet a nyíregyházi törvényszék. A független jelöltként induló Varga Tibort választották Fülest polgármesterévé a vasárnap tartott időközi voksoláson, közölte a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az MTI-vel. Szabó István elmondta, a szavazásra jogosult 399 fülesdi lakos közül 305-en vettek részt a választáson. Az érvényes szavazatok száma 298 volt. A függetlenként induló Varga Tiborra 248-an szavaztak, a szintén független Sipos Lászlót 50-en támogatták. A Magyar Munkáspárt jelöltjeként induló Nagy István Béla nem kapott szavazatot. Az alig több mint 500 lelkes települést eddig vezető fideszes Márton László január 1-jével nyugdíjba vonult és lemondott posztjáról, ezért volt szükség az időközi választásra. Különleges színházi élményt ígért a közönségnek a Hullaégető című előadás, amelyet az Orlai Produkció és a Győri Vaskakas Báb Színház hozott el Nyíregyházára. A darabot, amelynek címszereplője Gálvölgyi János, rendezője Pelsülci Réka, februárban mutatták be Győrben, azóta pedig a Belvárosi Színház műsorán láthatja a nagy érdemű. Köszönjük eddigi szolgálatait! Önnek van tapasztalata, felhasználhatná őket, de... Tudja, mi az az Anforderung an die Reinheit des Blutes? A vér tisztaságának megkövetelése. Karel Kopfrikingl, a prágai krematórium dolgozója, a világgal elégedett kispolgár mintapéldánya. Rajongásig szereti a családját, és egyáltalán nem foglalkozik politikával. De a történetben 1938-at írunk, amikor Németország elfoglalja a Szudéta vidéket. Az események hatására a Hullaégető fokozatosan szörnyeteggé válik, és fel sem tűnik neki, hogy egy párhuzamos világrendet szolgál, melynek javáért a hozzá legközelebb állókat is feláldozza. Ladislav Fuchs regényéből a 60-as években csehszlovák film is készült a rasszizmusról és a kirekesztésről. Gálvölgyi János akkor a címszereplő magyar hangja volt, és azóta készült arra, hogy egyszer színpadon is lehetősége legyen eljátszani ezt a karaktert. Talán biztos a morbiditásra ragadott meg, hogy igazándiból miről szólt annak idején, meg annak idején te nem is szólt 40 évvel ezelőtt annyira, mint amiről mostanában szól. Ez ragadott meg engem, meg a színész szeme, hogy az ember lát ebbe egy jó szerepet. Úgyhogy ennyi. De aztán most, amikor elkezdtük ezt próbálni, és a közönség úgy hallottam, hogy nagyjából megértette, hogy miről szól. Kopfrikingl egykori osztálytársát, a náci Willit, Schruff Milán alakítja az előadásban. A művész szerint Willi valójában az egész náci ideológia képviselője. A nácizmus az már nem csak egy propaganda volt, hanem az egy vallás is volt egyben, de nyilván kellett ehhez egy olyan kor, ahol az emberek tényleg nagyon elkeseredettek voltak, reményt vesztettek voltak, és kellett egy ilyen, és ez egy ilyen propaganda, ami arra épül, hogy újjáépítünk mindent, nagyok leszünk újra, és hogy az egész világon elhozzuk a békét, stb. Ebben az emberek akartak hinni. Nem mindenki, természetesen, de a java része igen. A Pelsülci Réka rendezte produkcióban a Győri Vaskakas Báb Színház tagjai különleges maszkokban alakítják szerepeiket, ezzel is kihangsúlyozva azt, hogy egy korszak bábjai az események elszenvedői voltak. Semmi baj. Áthelyezik egy másik munkakörbe.
500 diák egyszerre szavalta az Erősvárra a mi Istenünket Nyíregyházán. A Kossuth Lajos gimnázium tanulói az evangélikus nagytemplomot állták körbe, úgy zengett Luther Márton éneke József Attila fordításában. Ínségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk. A kossuthos diákok egy országos felhíváshoz csatlakoztak, az ország minden olyan pontján, ahol evangélikus gimnáziumok vannak, egyszerre szavaltak a tanulók. A nyíregyháziak az evangélikus nagy templomot állták körbe. 500 éves évfordulóját ünnepeljük a reformációnak, és mivel a mi diákjaink létszáma 504 az iskolában, ezért mi úgy gondoltuk, hogy nagyon is aktuális lesz, hogyha ez az 500 ember fogja közre a reformáció egyik igen szép emlékét, eredményét, az evangélikus templomot itt Nyíregyházán. És a kezdeményezés másik része pedig az, hogy közeledik a költészet napja. Fúvó zenekari fesztivált és egyéni részfúvós versenyt tartottak Demecserben a hétvégén. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen Dévényi János együttese 28-26-ra verte a Siófokot. Megtette az első lépést a legjobb négy közé jutás felé a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese a két nyert meccsig tartó párharc első felvonásán 69-66-ra győzte le a Tatabányát. Fúvós zenekari fesztivált és egyéni részfúvós versenyt tartottak Demecserben a hétvégén. A kisvárosban több százan fújták hangszereiket, a versengők teljesítményét szakmai zsűri értékelte. A megmérettetésen a Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség karnagyai is pontoztak. A Tomsics Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola zenekara is megmutatta tudását Demecserben, a kisváros általános iskolájában több százan fújták hangszereiket, hiszen fúvós zenekari találkozót és szólista versenyt is hirdettek. Ez a demecseri részfúvós találkozó és minősítő versenyről van szó először. Ők ezt a rendezvényt 7. alkalommal rendeztük meg, vagy rendezzük meg. A trombita szoldopperek pedig fele ennyi idő. Később találtuk ki, hogy kell ehhez egy egyéni verseny is, és sokkal szívesebben jönnek el, hogyha a zenekar tagjait is megmérettetik még külön-külön. És így a trombita szoldopperek egyéni részfúvós versenyt is megrendezzük már minden második évbe. A résztvevők azok az ország minden részéről jönnek. 2 éve például 14 zenekar volt, és el kell képzelni, hogy egy legkisebb zenekar is 40 fős. Az idei megmérettetésre 6 zenekar érkezett, mellettük közel 140 egyéni versenyző mutatta meg tudását, így összesen több száz fiatal versengett, teljesítményüket szakmai zsűri értékelte. A világ minden pontján, Amerikától egészen Ázsiáig vesznek részt részfúvós versenyen ifjú művészek, zeneakadémisták, akik mindig nagyon szép eredményekkel térnek haza. Büszkén mondhatom, hogy részfúvós nagyhatalom vagyunk úgy a világban, mint Európában. Ez az elmúlt 30-40 évnek a termése, hogy így mondjam, nagyon sokat fejlődtek ezek a hangszerek, a hangszerjátékosok is, és nálunk Magyarországon ma már nagyon komoly kultúrája van. Az egyik legnagyobb sikert idén is a demecseri fúvós zenekar érte el. A Demecserben mindig is szerintem előtérben volt a fúvós zene, ugyanis most jelenlegi formátumában a demecseri fúvós zenekar az 10 éves, tehát idén ünnepeljük a 10. évfordulónkat, viszont a művészeti iskola megalapításának előtt is volt már úgynevezett ilyen rezes banda a városban, de hát sajnos a rendszerváltás idején ezek a hangszerek, illetve a őket megszólaltató emberek sajnos kiöregedtek, elhaláloztak. Mi szeretnénk folytatni ezt a nemes hagyományt. A fúvós zenekari versenyen minősítették is a formációkat, a demecseriek B kategóriában aranyminősítést értek el.
megszerezte 5. bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NBA 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen Dévényi János együttese 28-26-ra verte a Siófokot. A kisvárda szombaton Vácon lép pályára. Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, a vendégek 3 gólos hátrány után kezdték el a felzárkózást. A Siófok sokáig csak üldözte a házigazdát, az első félidő hajrája viszont a balatonpartiaknak sikerült jobban, akik így 2 gólos előnnyel vonulhattak pihenőre. Szünet után egyenlített a kisvárda, sőt negyed órával a meccs vége előtt már 4 góllal vezetett Dévényi János együttese. A hajrá azonban izgalmasra sikeredett, 1 perccel a végső dudaszó előtt 1 gólra zárkózott és 2-ös emberelőnybe került a Siófok. Tóth Gabriella azonban gólt szerzett, amire már nem érkezett válasz, így 28-26-os sikerét ünnepelhette a bennmaradásért harcoló együttes. Rengeteg hibát védettünk, mind védekezésben, eléggé puhák voltunk, tehát érintő védekezést csináltunk sajnos, tehát megérintettük, de mindig tovább ment a labda, és ezekből általában gól is született. Illetve emberelőnybe kihagytunk, ott mindjárt állattunk egy labdát, és teljesen úgymond ott a végét elrontottuk, és 2 gólos hátrányba jöttünk a szünetre, ahol a lányokat megpróbáltuk felrázni, illetve védekezést váltottunk, ami be is jött, úgymond. Én úgy gondolom, hogy végre egy olyan végjáték, amiből mi jöttünk ki győztesen. Ebbe is előre tudtunk lépni, ugyanis ugye jellemző volt az utolsó 5 perceket, folyamatosan mi buktuk el, lásd ugye Fehérvár vagy Budaörs elleni mérkőzés, vagy Érden is ugye ott hagytunk egy pontot. Hál' Istennek most ez nekünk jött ki jobban, tehát remélem a lányok ebből is tanulunk, és a csapat elhiszi, hogy ő is tud a végjátékba nyerni. A Siófok válogatott szélsője, a 7 gólig jutó Erdősi Zsófia érthetően sajnálta, hogy 2-ös emberelőnyben sem tudtak pontot szerezni a mérkőzés végén. Nagyon-nagyon csalódott vagyok, mert a 2 pontért jöttünk ide, nagyon készültünk becsülettel a mérkőzésre. Igaza van Rolinak, nagyon sok zicsert kiadtunk döntő helyzetben. A védekezés is nem a megbeszéltek szerint volt. Készültünk tényleg mindenkire rendesen, mégsem sikerült betartani a megbeszélteket. A végén a kezünkben volt, hogy egy X-et ki tudunk hozni a végén. Sajnos 4 támadójátékos gólt tudott lőni ellenünk, ezáltal elment a mérkőzés. Nagyon sajnálom. Az NBA egy tabellájának élén a Győr áll 37 ponttal, megelőzve a 31 pontos Ferencvárost. A 12 pontos Kisvárda a 10. helyen várja szombati Váci vendégjátékát. Megtette az első lépést a legjobb 4 közé jutás felé a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a 2 nyert meccsig tartó párharc első felvonásán 69-66-ra győzte le a Tatabányát. A második mérkőzést csütörtökön rendezik Tatabányán. A keleti csoportban másodikként záró NKS a nyugaton 3. Tatabányát kapta a negyed döntőben. A kosárszegény első negyed végén 1 ponttal vezettek a vendégek, akik a nagyszünetig újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz. A hazaiak a folytatásban sem nagyon találták a ritmust, úgy tűnt, hogy elveszíti pályaelőnyét a nyíregyházi együttes. A negyedik negyedben aztán átvette a vezetést a házigazda, és izgalmas végjátékot követően végül meg is nyerte a meccset Farkasinszky Gyuláné együttese. Én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek az volt elsősorban a lényeg, és az volt az ereje, hogy a lányok egységben, csapatként, a kispadról buzdítva egymást, tehát akit fölküldtünk, azért az mindenki megpróbált valami pluszt hozzátenni, tehát hogy nem maradt ott magára senki, tehát hál' Istennek végre a Fekete Dóra is kosárlabdázott, tehát pontokat dobott. Azt, hogy a Diának azért volt az extra 3-as ott a végén, ami kellett ahhoz, ezt a mérkőzést megfordítsuk. Az Orsi ide-oda hibázott, de ugye akkor a stressz volt rajta, és nem értem, hogy miért, mert ugye neki a rutinja azért megvan, medető független, hogy azért mégis egy 4 közé jutásért játszunk mérkőzést, tehát ez ugye minden játékosnál. Hát a Kadesz úr ugye az meg egyértelműen, tehát ő valamilyen szinten pánik hangulatban van, tehát ő azért ilyen mérkőzést nem igazán játszik, hogy egy szituációban neki pályán kell maradni, mert nincs más lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez végül is a közönség segítségével a csapat egységként múlott az egész, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdés volt. A vendégek edzője, Lukács Sándor a vereség ellenére is elégedett volt csapatával. Szeretném megdicsérni a csapatunkat, mert ahhoz képest, hogy mi hetente 2 alkalommal edzünk, de nagyon sokan vannak, akik csak 1 alkalommal tudnak eljönni. Ehhez képest azt gondolom, hogy egész mérkőzésen úgy fizikailag, mint taktikailag fölvettük a versenyt és a harcot az ellenfelünkkel.
nekik gratulálok, de azt gondolom, és ezt hajlandó vagyok videóelemzésen is megmutatni, hogy pontosan 4 olyan momentum volt apróságokban, ami eldöntötte a mérkőzést és elvette tőlünk a győzelem lehetőségét. A nyíregyházi csapat kapitánya, Papp Klaudia a Debreceni Egyetem színeiben a hétvégén 3 meccset játszott Pécsen a Medikus kupán, így vasárnap este már a 4. mérkőzésén lépett pályára, és 20 ponttal járult hozzá az NKS sikeréhez. Sokkal nehezebb volt, mint amire számítottunk. Ez látszott is egyébként a játékunkon, kicsit zavarodottak voltunk igazából az egész játékunkban, de úgy gondolom, hogy az akarat az velünk volt, és ez maximálisan ki is jött, és ezáltal sikerült nyernünk. A párharc második meccsét csütörtökön játsszák Tatabányán, a 3. találkozó, amennyiben szükség lesz rá, április 23-án lesz Nyíregyházán. Életének 66. évében súlyos betegség után elhunyt Ceceli Károly. A magyar válogatottban is pályára lépő labdarúgó 1978-ban igazolt Nyíregyházára, ahol meghatározó játékosa volt az 1980-ban története során először NB1-be jutó Spartakusznak. Ceceli Károly 1984-ben 201 élvonalbeli meccsel a háta mögött vonult vissza az aktív játéktól. A korábbi középpályás temetése április 21-én lesz Nyíregyházán. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Holtan találtak rá otthonában egy 84 éves idős asszonyra vasárnap Nyírturán. A rendőrség elsődleges adatai szerint idegenkezőség okozhatta az egyedül élő idős asszony halálát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberölés büntet elkövetésének gyanújával ismeretlen tettes ellen rendelt elnyomozást. Börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész arra a férfira, aki 2015. júniusában Tiszabezdéden ittasan megrúgott egy az utcán vele szemben sétáló férfit, aki néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. A büntetőper hétfői tárgyalásán a vád és a védelem képviselői tartották meg perbeszédeiket, ítéletet 2 hét múlva hoz a nyíregyházi törvényszék. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 10-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős idő várható kisebb esővel, az éjszaka második felében északnyugat felől hideg front éri el térségünket, mögötte több fokkal hidegebb levegő érkezik. Az éjjeli órákban erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak reggeltől valószínű, a délnyugati szél hajnaltól megélénkül, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid napos időszakok mellett többnyire erősen felhős lesz az ég, esőzápor is várható. Az északira forduló szél megélénkül, délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben holnap. Szerdán fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül, a hideg hajnalt mérsékelten meleg nappal követi, csütörtöktől szombatig erősen és gyengébben felhős időszakok is lesznek, és csak helyenként valószínű kisebb eső. Húsvét vasárnap erősen felhős, borult időre van kilátás, több helyütt esővel, sokfelé megerősödő északnyugati széllel. Folytatódik az ilyenkor szokásosnál kissé hűvösebb időjárás.